Alabut Péjovics iskoláskor előtti intézmény működésének évfordulója alkalmából szervezett Kreatív Találmányok című kiállítást az óvoda központi épületében mutatták be. A tárlat keretében a gyermekeknek szánt didaktikus eszközöket mutatták be. Ezeket az eszközöket az intézmény óvónői, nevelői és egészségügyi nővérei, valamint a szakmunkatársak készítették. A pályázat célja az volt, hogy motiváljuk az óvónőket, hogy egy olyan didaktikus anyagot állítsanak elő, amit felhasználhatnak a gyermekekkel való foglalkozások során. A beérkezett munkákat három kategóriába soroltuk. Az első csoportba olyan játékok kerültek, amelyeket a gyermekek 3 éves korig használhatnak. A második kategóriába kerültek a 3-tól 5,5 éves korig használható játékok. A harmadik kategóriába pedig az iskoláskor előtti korosztálynak szánt didaktikus játékok vannak. 28 munka érkezett, amelyeket az óvónők és a nevelők készítettek el az évek során. Összesen 38-an vettek részt ezeknek a munkáknak a kidolgozásában. Az óvodai nevelésről szóló új program azt is előírja, hogy az óvodai játékoknak alkalmazkodóknak kell lenniük, hogy többféleképpen lehessen őket felhasználni, és hogy egyben több korosztály igényeinek is megfeleljen. Nagyon fontos az, hogy a játékszereket, az eszközöket újrahasznosított tárgyakból, anyagokból készítik el az óvónők, és az is fontos, hogy a természet közeliség is megjelenik, tehát a terményeket, a magvakat is felhasználják az óvónők, ezáltal a gyerekek közelebb kerülnek a természethez is. Nagyon fontos azt még elmondani, hogy ezek a játékszerek több funkciót kell, hogy ellássanak, tehát nem csak egy játékra lehet őket felhasználni, hanem a gyerekek saját képzelőerőjük segítségével, kreativitásuk segítségével újra tudják gondolni a játékokat, és többféle módon tudják ezeket eljátszani, begyakorolni. A gyermekek fejlődése mellett a didaktikus eszközök kidolgozása az óvodai munkatársak kompetenciájának fejlesztése érdekében is fontos. Az óvoda Montessori csoportja évek óta foglalkozik ilyen projektekkel, fából és újrahasznosított anyagokból készített játékokkal. Amikor elkészülnek ezek a munkák, akkor bemutatjuk őket a gyerekeknek, így bővíthetik a tudásukat, fejlődhetnek, és közben mi is új tapasztalatokat szerzünk, új lehetőségeket fedezünk fel, felfigyelhetünk arra, hogy nekik mire van szükségük, és hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat kivitelezni. Szeretem a kihívásokat, szeretem a kísérletezést, és miközben készítettem ezeket a fejlesztő játékokat, arra gondoltam, hogy milyen örömmel fognak majd a gyerekek ezzel játszani, és elvárásaim beigazolódtak, ugyanis nagyon szívesen játszanak vele, és közben, miközben játszanak, új dolgokat ismernek fel, fedeznek fel. Én több didaktikus játékot készítettem, most a betűtárat hoztam, ami egy kihívás ugye óvónői szemszögből, mivel itt nem tanulnak a gyerekek írni, de viszont vizuálisan arra serkentjük őket, hogy ismerjék fel a betűket, ami az írás-olvasás előkészítésének funkcióját szolgálja. Vera Ilić és Szenes Bovánovics Sarolta, az intézmény egészségügyi nővérei is csatlakoztak a programhoz saját készítésű didaktikus játékokkal. Ez egy multifunkcionális játék. A gyerekek a megfelelő képet keresve a kupak mozgatásával erősítik a láb ívét. Valójában ez a játék a luttalp kialakulásának a megelőzésére van kitalálva. Másrésztről rajzolni és festeni is tudnak rajta. Korosztálytól függően különbözőképpen tudják felhasználni. A kiállítás résztvevői köszönő oklevelet és tájékoztató füzeteket kaptak. Az intézmény vezetőségének szándéka, hogy az elkövetkező évben is megszervezze a tematikus kiállítást, és nem kizárt az sem, hogy a környező települések óvodáit is beveszik a programba.